Ezek a felvételek a 47. vadokái Európa-bajnokságon készültek, ahol a bátaszégi delegáció nagy sikereket ért el. A versenyt a macedóniai fővárosban Skopjében rendezték meg idén, 2 év kihagyás után. 50 fős delegáció, 40 fős versenyzői stáb indult a magyar csapattal, közte 13 bátaszéki versenyzővel. Azt kell tudni erről az Európa-bajnokságról, hogy egy nagyon-nagyon hosszú felkészülés előzte meg. Júliusban elkezdtünk rá alapozni, egyénileg felkészülni, augusztusban már egy ilyen vegyes felkészülésben voltunk, alapozó és formábozó edzésekkel próbáltuk a srácokat már fókuszba helyezni az Európa-bajnokságra, majd egy hosszú hétversenyes felkészülés követte, tehát azt mondom, hogy szeptember óta majdnem minden hétvégén versenyeztünk, és szinte minden nap edzettünk, úgyhogy hogy nagyon jól összeérett a csapat. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az eredményeket méltassuk, ahhoz ez a fajta kötelékhez hozzátartozik, hogy olyan erős volt a csapat kohézió, hogy mind a felkészülésben, mély pontokban, mind a sikerekben nagyon egymás mellett voltunk. Az Európa-bajnokságról 5 arany, 5 ezüst és 6 bronzéremmel tértek haza a bátaszékiek. Példátlan sikernek is számít, mert a 13 fős delegációból gyakorlatilag 12 versenyzőnk éremmel tudott hazatérni, vagy egyénibe, vagy csapat küzdelembe, vagy jó esetben mindkettőbe érmet tudtunk hozni. És ami még külön a bátaszékiek javára mondható, hogy például a csapatküzdelmeknél szinte rendre a bátaszéki versenyzők vitték a hátukon a csapatot, ugye biztos győzelmeket kellett aratnunk nekünk bátaszékieknek a csapatküzdelembe, hogy fordulóról fordulóra előre tudjunk menni. És még az is egy jó statisztika, hogy a 8 magyar aranyéremből, most a többire pontosan nem emlékszem, de 8 magyar aranyéremből 5 bátaszéki sportoló állhatott a dobogó legmagasabb fokára, és a magyar válogatottat, most nem emlékszem pontosan, 5 vagy 6 klub alkotta. Tehát ez is egy nagyon beszédes statisztika. A csapatot hazatérésük után Bátaszékváros nevében a település polgármestere és alpolgármestere köszöntötte és vendégelte meg az egyik helyi étteremben. Az elmúlt években, évtizedekben a Bátaszéki Sportegyesület karateszakosztálya az elszokott bennünket kényeztetni, de hát tudjuk jól, hogy ez nem így működik, hogy hát ők elmennek egy versenyre, és akkor érmeket hoznak, ezt nagyon-nagyon komoly munka előzi meg, hiszen hónapokon keresztül hát vért, verejtéket nem kímélve készülnek egy ilyen megmérettetésre. Köszönet egyrészt a versenyzőknek a kitartásukért, köszönet azért az elkötelezett munkáért, aminek eredményeként a nyakukba akaszthattak érmeket. Köszönet természetesen a felkészítőknek, Ákosnak és az idősebb sportolóknak, akik nagyon-nagyon sokat segítenek és tesznek azért, hogy ezek a gyerekek már ilyen fiatalon ilyen élményben részesülhessenek, és ilyen eredményt tudjanak elérni. És hát köszönet természetesen a szülőknek és a támogatóknak, hiszen a hátország és az anyagi támogatás is nagyon kell ahhoz, hogy egy ilyen szép nemzetközi siker részese lehet Bátaszékvárosa és a bátaszéki karatésok. Gildóra 2 éve igazolt át a bátaszéki karatésokhoz. Amikor volt a 2019-ben Európa-bajnokság itt Magyarországon, akkor ugyanígy bekerültem ebbe a vadokáj válogatott keretbe, és mi Mohácsról heti 2-szer ide jártunk edzésre, és annyira megtetszett a csapat, a környezet, az edző, hogy mondtam édesapáméknek, hogy hát én át szeretnék ide mindenképp jönni, és akkor én akkor kezdtem a középiskolát, és mondták, hogy ha jól tanulok, akkor 1 év után át is jöhetek, és hát ez meg is történt szerencsére. Én nagyon vártam végre, mert a felkészülő versenyek nem mindig úgy jöttek össze, de nagyon motiváltak voltunk mindannyian. Hát szerettem volna azért felnőttbe is dobogóra állni, de nem voltam annyira szomorú, hogy nem jött össze, mivel ugye az U21 összejött. Nagyon jó volt a hangulat, ahogy a magyarok mindenkinek szurkoltak. 3 tatami volt, mindig futosgáltunk egyikre, a másikra, hogy mindenkinek tudjunk szurkolni, és tényleg nagyon összekovácsolódott ez a csapat így most. Az utolsó 5 másodpercben dölt el, mert 1-0-ra
2-0-ra vezetett az ellenfél, és hát fejbe kellett rúgnom, hogy megnyerjem. És akkor az utolsó 5 másodpercben fejbe rúgtam. Ott nagyon kétséges volt, hogy megkapom-e a pontot, mert 5 percig ápolták a lányt. Aztán nagyon remektünk már, nem tudtuk, hogy mi lesz. Aztán végül megadták a pontot, és ezzel nyertem meg. Hefner Zsófi mindig az első között volt, ha a szurkolásról volt szó. El is ment a hangja. Első nap azonban nagy nyomás nehezedett rá. Nagyon izgultam, mivel ennyi volt az első meccs magyarként és bátaszékiként is, és úgy éreztem, hogy rajtam van a stressz, hogyha elsőként elveszítem, akkor mindenkinek ez egy ilyen hát szomorú élmény lesz, és ezt el akartam kerülni. Nagyon stresszes volt az első 3 meccsem, mivel 1-0-ra nyertem meg mindegyiket, és úgy éreztem, hogy ez nem volt elég, és a döntőben megmutattam, hogy többet is tudok. Nagyon örültem, hogy első voltam, és hogy egyből egy arannyal kezdtük a versenyt, és tovább izgultam a csapattársaimnak, és a magyar többi társaimnak is, hogy fog nekik sikerülni. Zsófi hozzátette, nagy tervei vannak ezzel a sporttal, talán egyszer az olimpiára is kijuthat majd. És hogy a vezetőedző mit látott a 2 napos verseny során a csapaton? Magabiztosságot. Tehát azt kell mondanom, hogy ez a 7 verseny, ami megelőzte ezt, ott annyi impulzus, annyi jó és rossz tapasztalat ért bennünket, amit nagyon jól tudtak adaptálni ezen a versenyen. Ez egy nagyon, nagyon komoly sportolói lelki stabilitás szükséges, és ezt a fajta lelki stabilitást éreztem a versenyzőinken, hogy még az utolsó pillanatban, az utolsó másodpercekben is tudtak sorsfordító pontokat szerezni, ami még fokozza azt az élményt, hogy oké, nyertem, de egy győzelemnél, egy olyan pillanat, amikor az utolsó másodpercben tudsz fordítani, akkor felrobban a csarnok, és érzed azt a fajta pozitív energiát, ami tovább visz majd ezen az úton.